mindig telefonálunk, hogy jöjjenek. Elkeseredve mesélte csütörtökön Pál Julianna, hogy 3 hete fekszik az elpusztult tehenük teteme az udvarukban. Az illetékesek azóta nem jöttek elszállítani a dögöt. Rengeteg jószágot felneveltünk, eladtunk, rengeteg tejet behortunk. Úgyhogy most is még öregen, betegen csinálni kell, mert nincs miből megélni, a férjemnek nyugdíja nincsen, nekem nagyon kevés van, úgyhogy kénytelenek vagyunk, de elvették a kedvünket most, hogy ilyet csinálnak velünk. Egy 2014-ben hozott rendelkezés szerint a regisztrált háziállatokat nyomon kell követni a születéstől a halálig, ezért a települések ezentúl nem használhatják az úgynevezett dögkutakat. Az állati tetemeket hivatalosan a zombori kafélériába kell szállítani. Kishegyesen több állat is elpusztult az elmúlt hetekben, a zombori Proteinka cég munkatársai azonban mindmáig nem jöttek a dögökért. Hát az önkormányzat ezt állandóan jelenti, a termelőktől elszállít, kifizeti a fuvarköltséget, tehát a termelőknek itt nincs semmi kiadás. Napi szinten hívták a zombori céget az elhullott állatok elszállítása miatt, mondta a kishegyesi mezőgazdasági osztályvezető, de mivel az állati hulladékégető nem tartja magát a megegyezéshez, ezért a szabadkai állategészségügyi felügyelőséghez fordultak. Ők is kérték a zombori Proteinkától, hogy adja írásba, hogy nem tudja ellátni a feladatát, és ha ezt nem tudja megtenni, akkor ők a minisztériumhoz fordulnak, és megpróbálnak valami más megoldást találni. Ezt nem hajlandók írásba adni eddig még. Nem csak Kishegyes község küzd ezzel a problémával. Információink szerint Topolya községben több mint 10, Szabadkán pedig közel 20 tetem vár hetek óta az elszállításra. A zombori Proteinka cég illetékesei szerint minden községnek biztosítania kell egy hűtőházat, ahol addig tárolják az elpusztult állatok tetemeit, ameddig azokat el nem szállítják az égetőbe. Hétfőn a kishegyesi önkormányzat az állategészségügyi felügyelővel együtt kérvénnyel fordul az illetékes minisztériumhoz segítségért.